Sok szeretettel köszöntjük a nézőket, és köszöntelek téged is, Csaba. Én is téged. Ez már a sokadik beszélgetésünk itt az évek során, és néhány évvel, talán két évvel ezelőtt készítettünk már egy nemzetstratégiával kapcsolatos elég hosszú filmet, ugye közel két órás, de azóta folyamatosan egyrészt vannak fejlemények, folyamatosan felmerülnek újabb és újabb gondolatok, és azt beszéltük, hogy most megint egy picit így a nemzetről, a nemzet stratégiáról beszélgetünk, illetve a, anélkül, hogy napi aktualitásokba belemennénk, azért egy picit a mostanság történő eseményekről, változásokról is egy pár szót mindenképpen megemlítünk. Ugye átküldtél nekem egy 40 pontból, 40 gondolatsorból, vagy 40 gondolatból álló anyagot, és ebből én szemezgettem, ugye 5 pontnál ragadtam le, és részben erről is fogunk beszélni, meg részben te is említetted itt a beszélgetés előtt, hogy vannak olyan gondolatok, amiket mindenképpen muszáj, hogy elmondj most így a nagy közönségnek. Úgyhogy nem is tudom, hogy melyikkel kezdjük, vágjunk bele, mondjam el az 5, vagy kezdjük el kivesézni az 5 pontot, aztán majd te majd belekapcsolódsz, úgy, vagy mi a javaslatod, hogy csináljuk? Én most mondanék az elején egy 5-10 mondatot, és akkor egyenként menjünk végig a kérdéseivel. Jó. Így lehet? Persze, abszolút. Akkor a tiéd a szó, akkor a 5-10 mondat. Az elmúlt évek nem csak nekem, nagyon sok magyarnak egy zarándokút volt a magyarsághoz. Sokan gondolták, feltételezték, hitték, beszélték, hogy nekik komoly közük van a magyarsághoz, de mindenki kezdte tapasztalni, hogy ami neki a fejében a magyarságról volt, mint fogalom, az valahogy nem volt elég mély, és nem volt benne elég tudatosság. Tehát egyre inkább kiderült, hogy ha valaki magyarnak hiszi magát, az azt is jelenti, hogy út a magyarsághoz. És egyre többet megért a magyarságból, és ennek révén egyre többet megért önmagából. És magyar voltával egyre tisztábban érzékeli a magyarságot. Ez nem egy befejezett folyamat, nem egy statikus történet. Ez olyan, mint amikor a szerelmesünknek egy csokorvirágot viszünk. Úton vagyunk. Amit szeretnék ehhez hozzátenni, ami a beszélgetésünk szempontjából megkerülhetetlen alapélmény, magyarság, mindig volt, ma is látványosan létezik, csak időtől, tértől függetlenül mindig is van. És gondolom lesz is. Hát azért, mert tértől, időtől függetlenül van. Tehát volt, van, lesz. Tehát nem függ az időtől, mindig létezik. Ugye a kérdés az, hogyha valaki ezt meg akarja élni, akkor mit tud ebből befogadni? Mert persze végigmondhatnánk az új leckét ketten, az elmúlt 5-10 évben történt új tudományos és poszttudományos kutatások eredményeképpen a magyar történelemről egy teljesen új kép bontakozik ki, aminek szinte alig van köze a korábban ismert magyarság történethez. Aztán szóba hozhatnánk azt a fantasztikus nyitást, hogy egyre jobban mindenki tudomásul veszi, hogy a magyarság nem azt jelenti, hogy hány magyar van. Amit azt sem jelenti, hogy hányan élnek egy tömbben. Meg kéne tudnunk mondani, mi az, hogy magyar. Ha a hunok 24 törzsszövetségből álltak, és mindig is sokféle nép tartozott
a hun, vagy a magyar, vagy a szkíta, vagy bármelyik alapfogalom alá, akkor mi ebben a közös? Mi az a létminőség, gondolatminőség, érzésminőség, tudatminőség, amelyet mindig is magyarnak hívtak? Ha az ősi Indiában a magyarokra alkalmazott szimbólum a hattyú volt, amivel azt akarták kifejezni, hogy kasztok feletti rend, akkor most miért kéne nekünk ezt az alapvető felismerést kitolni a tudatunkból? Avagy a kérdés úgy is feltehető, hogy most 2014-ben, már mint Krisztus születéséhez képest 2014-ben, de sok millió év után a Föld történetében, mit is értünk mi magyarul? És ha ezt a kérdést föltesszük, vannak ismert elemek, amiket meg tudunk nevezni, és vannak, amiket most próbálunk megtalálni, megfogni, és vele, hogy mondjam, szinkronba kerülni. Hiszen a lelkünkben ott van mindig a teljes válasz, és mindig is ott volt, csak ez nem jelent meg az éber elme szintjén. Tehát azt nem nehéz kimondani, a magyar az mindig a tudás népe volt, de a tudása nem az informatikai kor információs rendszerét értették és értjük ma sem, hanem ha tetszik a bölcsesség, vagy a megértés, a magas rendű értelem, vagy tudás népe volt, tehát azt a tudást hordozta, ami az égi tudás. Ez így szerintem nyilvánvaló. Van egy nagyon fontos másik elem ennek, nem csak az új tudományos eredmények, hanem minden más azt bizonyítja most már, hogy minden tudat, az emberi testtől, a széktől, a galaxison keresztül minden, minden valamilyen formája, valamilyen minősége a tudatnak. Tudat vagyunk. És ha a magyarság a bölcsesség hordozója volt, ez csak úgy tehette meg, ha a tudat népe volt. Ez a bizonyos indiai példa, hogy kasztok feletti rend pont erről szólt, hogy az isteni tudat képviselője a Földön, a tudat minőség népe. Ma gondolhatjuk azt, hogy számos olyan csoport van, aki magyar nyelven beszél, aki nagyon távol áll ettől a minőségtől, de semmit nem jelent ebből a szempontból, mert benne ugyanúgy megvan ez a minőség, csak a civilizáció romboló hatásainak eredményeképpen ezek a tartalmak le vannak függönyözve. De van még két lába ennek a magyarság talpazatnak, vagy a magyarság lényegének, vagy ha tetszik, a magyarság templomának. Tehát a szeretet, a harmadik láb, a tudás vagy a bölcsesség és a tudat népe mellett, ami azt jelenti, hogy azért volt a tudás meg a tudat népe, mert pontosan tudta, hogy a Földön mi az isteni feladat, nem csak magánemberként vagy individuumként, hanem egy nép vagy nemzet alapvető feladataként. Most ebből a következő egyszerű konzekvencia kimondatik, hogy a magyar nemzet az éber tudatosság szintjén akkor születik újra, ha a magyarnak valló embereknek legalább egy 20-30%-a eléri a szeretett ember minőséget, és ha a közösségeik, családtól a baráti körön, a civil csoportok, a települések, a térségek, az állam, a Kárpát-haza és az egész világ magyarságában az összes közösségi hálónak viszonylag nagyobb aránya szeretett közösségé válik.
és nem csak a keresztény csoportok, és nem csak a családok, hanem úgymond minden hivatali közösség is. Egy minisztérium vagy egy gazdasági KFT ugyanúgy közösség, még ha ezt most nem is igazán fogadtuk még be. Tehát ha a magyarság most közösségként elindul egy ilyen fejlődési pályán, akkor gondolhatná azt, hogy na ő akkor magyar. És mindez a három alapvető, de nem, tehát tudat, tudás és szeretet, azért is van ez a kompetencia, vagy ez a gyökér, vagy ez az indítatás. Azért is létezik, vagy létezett mindig, mert ez az emberiség történetében mindig akkor kapott kiemelkedő szerepet, amikor az éppen soron lévő aranykort kellett megteremteni. És az aranykorban kellett nekünk ezt a minőséget magas szinten bemutatni és élni. Lehet arra mondani bármit is, hogy ha mondjuk így vizuálisan elképzelünk valamilyen távlatot, hogy a mai magyar társadalom hol tart ezen az úton, és hogy mennyire vagyunk még ettől, vagy lehet ilyet kérdezni egyáltalán? Lehet, de még az előbb ez egy mondat tartozik, mert nehogy félreértsék. Ezzel nem azt mondtam az előbbi gondolatsorral, hogy bármelyik nép vagy nemzet nem ilyen vagy hasonló feladatokat lát el. Én most csak a magyarokról beszélek, sem nem azt mondtam, hogy jobb, sem nem azt, hogy rosszabb, mint bármelyik nép. Most csak magunkról beszélek. Visszatérve a kérdésedhez. Ugye ehhez azt kellene tudnunk megválaszolni, hogy mi az ember és mi egy nagy közösség. Ha az embert csak fizikai lényként tekintjük, és azt nézzük, hogy fizikai emberként mit csinál, akkor kapunk választ, de az helytelen válasz. Ha nemzetet abból a szempontból nézzük, hogy mondjuk nálunk az önkizsákmányolás milyen szinten folyik, vagy azt vizsgáljuk, hogy az elmés és egós magatartásokból következően hányan ugyanúgy viselkednek a saját személyes életükben, mint mondjuk az extra profitot minden áron, mindenkivel szemben, hogy mondjam, végigverő gazdasági társaságok, akkor igen, nagyon sok személy, nagyon sok szervezet ugyanúgy viselkedik, mi ellen egyébként most harcolni szeretnénk. De ezt akkor tudjuk ezt a választ mondani, ha mindent csak a materiális síkon, az anyagi síkon, az intézmények síkján, vagy egyáltalán a fizikai síkon válaszolunk meg. Ha az ember isteni lény, amelynek önvalója van, ha az emberben mindenben ott van bent a saját felsőbbrendű éne, hogy minden ember kivétel nélkül egós, elmés, külső emberből egy fénylényé, egy isteni emberré tud belül nemesedni, tehát belső emberré válik, hogy az a kérdés, hogy ez a bizonyos belső tart, amiről beszéltünk a magyarság kapcsán, ott van-e minden emberben kódként, mémként, bölcsességként, érzésként, vagy nincs ott? És a válasz nyilván az, hogy feltehetően ott van. Nem szeretném beléd folytani a szót, és hogyha még ehhez a gondolatisághoz még tartozik valami, akkor azt majd nyilván el fogod mondani, de ez egy nagyon jó átvezetés, ugye az egyénből a közösségi létbe, és az egyik ilyen pont, ami a 11. gondolatodban szerepel, ez az úgynevezett szakrális demokrácia kérdése, és ugye manapság nagyon sokan magát a demokráciát, a demokrácia szót, kifejezést, a mögötte értendő tartalmat már egy lejáratott, rossz dolognak tekintik, és azt mondják, hogy ha ez a demokrácia, ami a mostani időszakban van, akkor köszönik szépen, ebből ők nem kérnek. Ehhez képest összepárosítani azzal, hogy szakrális, akkor az már magának a demokráciának is egy teljesen más és új minőséget kölcsönöz. Hogyha erről tudnám mondani egy pár szót, hogy
hogy egy picit a gyakorlatba is belemenjünk, hogy egy valódi szakrális demokrácia alatt mit értünk, és hogy az valójában hogyan fog működni. Mert nem is azt mondom, hogy hogyan kellene működni, hanem mondjuk ki, hogy hogyan fog ez működni, amikor eljön ennek az időszaka. Pompás a kérdés, köszönöm szépen. A mai demokrácia gyakorlat, ami a világon működik, ami nem olyan régi egyébként, bő 100 éves, tehát a mutatás elején kezdték ezt a demokrácia modellt elterjeszteni, ami akkor úgy tűnt, hogy nagy vívmány. Ma pedig mindenki látja, hogy nagy hátrány. Ennek az oka nem a demokrácia elvében van pusztán, abban is bőségesen, hanem abban, hogy ez az egók, a személyes és kollektív egók demokráciája, ami azt teszi lehetővé, hogy az egész Földön az ego különböző formái és rendszerei kapjanak elsőbséget, és ezért a demokrácia függönye mögött az összes hatalmi, politikai, gazdasági vagy média érdekek, amelyek az ego világállapotot szolgálják, ezt kapnak szabad utat, sőt látszólag legitimitást. Hát ami most van, az nem is demokrácia, csak a demokrácia a ruháját hordja magán. És ez abból következik, hogy az emberek magukat elfogadják egy puszta fizikai lényként, akit az ego irányít, és csak az életben maradása az egyes számú feladat, és ugyanígy a közösségeiket, legyen az állam vagy egy kontinens, csak arra használják, hogy a saját tisztán legprimitívebb, legdurvább anyagi érdekeiket mindenki mással szemben érvényesítsék. Tehát ennek a tartalma is rendkívül lefogyott, és szinte már nincs is. Ráadásul ugye azt senki nem tisztázta, hogyha komolyan vennénk a demokrácia elveit, tehát azt, hogy a nép dönt, és nem a hatalmon lévő csoportok, akkor ez hogyan is működhetne? Ráadásul az elmúlt 100 évben a világ odáig fejlődött, hogy a hatalmon lévő csoportok minden tulajdont és minden vagyont uralnak. Korábban csak az anyagi vagyon többségével, túlnyomó többségével rendelkeznek, ma már ugyanígy a politikai tulajdon, a szellemi tulajdon, vagy a média tulajdon, tehát integrált hatalmi komplexumoknak a totális felügyeletével rendelkeznek. Tehát a hatalmi túlsúly minden korábbinál sokkal teljesebb és egészebb. Ugye a kérdés az, hogy ezzel szemben mi lehet az az intézményrendszer, vagy eljárásrendszer, ami ezt ellensúlyozhatná? Most az látszik, hogy mi választunk képviselőket ennek a rendszernek a keretén belül, e rendszerekben lehetővé vált politikai ideológiák alapján, és ez szerint a struktúra szerint próbálunk meg intézményeket működtetni, parlamentáris demokráciát, vagy kormányzást, vagy kormányzást, ez önmagában nem ellenerő. És ezt ma a világon senki nem tagadja. Nagyon érdekes, hogy a kontinensünk, vagy akár az egész Földön az elmúlt 20 évben rengeteg kísérlet történt a demokrácia elveinek és gyakorlatának megújítására. Megjelent ugye a részvételi demokrácia, a direkt demokrácia, megjelent az e-demokrácia, amelyekből nagyon sok minden lokális szinten, egy-egy település szintjén nagyon nagy segítséget jelentett, de az is látható most már, hogy igazából nem segít. A 2008-as gazdasági és pénzügyi világválság szerintem zseniális tanítómester, hálát kéne neki adnunk, mert nagyon világosan megmutatta azt a társadalmi és hatalmi szövetet, amelyet most már mindenki lát. Mert amíg el volt fedve, lehetett az az illúziónk, hogy ez a gazdasági pénzügyi világrendszer azt a puha változatot veszi föl, hogy a mérhetetlen integrált vagyonokból mindenkinek annyit ad, hogy minden nap egy fagylaltot nyalhat, ezt mi elfogadjuk alkunak, hogy ez elég a népnek, vagy a nemzeteknek, vagy az emberiségnek, akkor persze lehetett egy ilyen iratlan alkut kötni. De ma jól látszik, hogy ez az alku nem is volt megkötve, meg ma nem is létezik. Ugye a kérdésed arra utal,
Na most ehhez képest mi a szakrális demokrácia? A kérdésre úgy tudok csak válaszolni, hogy tegyünk föl néhány bevezető kérdést. Ha elfogadjuk, hogy az emberben ott van benne a személyes Isten, tehát hogy minden ember lehet puhán fogalmazni, hogy Isten gyermeke, vagy Isten társa, vagy markánsabban, hogy Isten ember, akkor ugye az azt mondtuk, hogy a kulcs az Istenségben van, a bennünk lévő Istenségben van. Ha azt mondjuk, hogy a Gája, tehát az a földbolygó, nem pusztán egy fizikai, vagy földtani, vagy bármilyen anyagi komplexum, hanem ugyanúgy egy érző, létező, isteni tartalmakat hordozó bolygó, és te ma már ott tart az elméleti fizika, vagy legalábbis ott fog egy 5 éven belül biztos tartani, rájön arra, hogy minden, az anyag minden alapvető formáival, szubatomi szinten, mindenhol benne van több isteni részecske, tehát nincs anyag sem Isten nélkül, még ha csak anyagban gondolkozunk, és ezt nem emeljük meg egy szellemi szintre, akkor muszáj elfogadnunk, hogy a Föld is egy Isten, egy létező formája, az Isten egyik gyermeke, a mi kedves édesanyánk. Ha meg azt mondjuk, hogy a Föld mint globális vagy univerzális társadalom, ha mindenki kivétel nélkül egyes emberként isteni lény, akkor nem feltételezhetem, hogy maga a közösség, vagy a Föld, vagy az emberiség nem isteni természetű, közös létező. Ráadásul 70-es évek óta végzett kutatások nagyon jól mutatják, hogy az emberiség kollektív tudata, képzeljünk el egy 5. dimenziós felhőt, mintha itt lebegne a Föld körül mondjuk egy esőfelhő, az egész Földet körbefogja, minden embert körbeveszi, és minden ember bizonyos értelemben, ha tudja, ha nem, ennek az emberiség tudatnak a vezérlése alatt van. Ha ez az emberiség tudat alapvetően a kollektív ego hatása alatt van, tehát a minden ember a saját életével a kollektív tudat legalsó rétegére egós tartalmakat lövel föl, akkor az jön vissza a tükörből. És akkor az isteni természetű kollektív tudat, vagy az Isten tudat nem tud ezen az egós rétegeken át leszivárogni. Tehát gyakorlatilag a kollektív tudattal az emberiség elzárta magát az isteni tartalmaktól. Tehát ha minden Isten, minden tudat, és így tovább, akkor miről szól a szakrális demokrácia? Hogy ezt a zárt rendszert kinyitjuk, minden embernek lehetővé tesszük, kivétel nélkül, ha csak ő nem akarja, akkor ezt neki joga továbbra is, hogy azzá váljon, aki, tehát isteni lényé, tehát a szakralitását megkapja, ugyanígy az egész emberiség, minden nemzet, minden megaváros, minden aprófalú ugyanezt a lehetőségét megkapja, hogy a szakralitását gyakorolhatja. És akkor csak annyiról szól a történet, hogy ha mindenki az, ami, akkor két dolgot párhuzamosan alkalmazunk, mint politikai gyakorlatot. Az egyik, mint így volt minden ősi szakrális királyságban, vagy bármilyen állami formában, hogy úgy vezetjük azt a bizonyos birodalmat, vagy államot, vagy kontinenst, hogy állandó párbeszédben vagyunk az isteni forrással, és nem lépjük át azokat a határokat, hogy elpusztítsuk szemben az Istennel magunkat, tehát ezt a fajta egyirányú utcát tökéletesen éljük, másfelől pedig ebbe az összes embert egyenlőnek tekintve a tekintetben, hogy ő szakrális lény, minden egyes döntésben mindenki véleményét kikérjük, de mert az egyes ember is állandó kapcsolatban van, kivétel nélkül a saját Istenével, ő ugyanígy tudja a helyes válaszokat, tehát gyakorlatilag az egész földi egyetemesség harmonizálható. És itt már a demokrácia szó csak azért szerepel, mert ezt értik az emberek.
kellene más szót találnunk rá, nincs nagyon, de majd nyilván ki fogják találni a bölcsek. Tehát itt már nem egyszerűen a demokrácia modell változik meg, hanem az egész szőröstül, bőröstül egészen mássá válik, aminek semmi köze az elmúlt mondjuk néhány ezer év földi, állami vagy politikai gyakorlatához. A beszélgetés elején szóba került néhány elég gyakorlati dolog is, és most ez eszembe jutott, ugye, hogy több dél-amerikai országban törvénybe iktatták, vagy alkotmánybe iktatták a földanya jogait, ami úgy érzem, hogy egy nem csak hogy 50-100 évvel ezelőtt, de még akár 2-3 évvel ezelőtt is egy furcsa fogalom lehetett volna mondjuk a politika szintjén. Brazíliában is történik valami hasonló, illetve hát ugye beszélgettünk egy pár szót Oroszországról is, hogy ott pedig a védikus civilizációhoz próbálnak esetleg visszatérni. Ezekre lehet azt mondani, hogy elindultak a szakralitás útján? Tehát a politikai szint is bizonyos helyeken elindult. Ja, és akkor Butánról nem is beszéltünk, ahol már nem a GDP-t mérik, hanem a boldogság szintet az országban. Tehát lehet ezekről az államokról a politika szintjén úgy beszélni, hogy ők már elindultak valamilyen olyan úton, amit hát vagy követnünk kellene, vagy pedig valami hasonló úton járnunk? Csupa jó hírünk van. Az egész föld elindult, minden kontinensen rengeteg dolog elindult, szinte minden államban különböző jelenségek mutatják, hogy keresik ezt az utat, vagy az útnak az elején vannak. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy a magyar állam is keresi ezt a fajta megoldást. Lehet itt mindenféle aktuális kérdést fölvetni, de mindenki előtt világos, hogy erre haladunk. A kérdés az, hogy itt mikor vannak olyan nagy változások, amely kardinális fordulatot jelentenek, és mikor válik ez egységesé. És hogy is fog ez végbe menni? Mert szemben az egész mai hiedelemrendszerrel a kérdés nem azon múlik, hogy a politikai elitek hogyan alakulnak át belül, és hogyan változtatják meg a maguk gyakorlatát. Ha minden ember ezen az úton halad, akkor lehet valódi változás. Tehát egyszerre három vagy négy irányból folyik a történet. Ugye minden államban el kéne ismerni a földanya jogait. Minden államban el kéne ismerni a szakrális ember jogait. Minden államban el kéne ismerni, mondjuk Európában, a kereszténység valódi tartalmait és jogait. Vagy mindenhol el kéne ismerni azt lokális szinten, hogy ugyanezekkel jogosítványokkal rendelkezik minden szakrális helyi közösség. Tehát a természet, az ember, a társadalom, a kultúra egyaránt kell, hogy mozogjon ebben. Nincs arról szó, hogy ha egyik ponton meghúzom a rendszert, akkor a többi megy utána automatikusan. Az, hogy Magyarországon például ennyi család keresi az önellátást, a kisközösségek teremtésének a lehetőségét, hogy nagyon sok ember szeretett falvában gondolkodik, hogy városrészek, nem tudom én, kiskerteket próbálnak létrehozni, hogy megjelennek azok a szellemi törekvések, amelyek ezeket, hogy mondjam, fölvállalják és értelmezik. Mindenhol folyik az átalakulás. Most, ha mi azt a kérdést vetjük föl akár, hogy mi van a bankrendszerrel, vagy mondjuk mi van a devizahitelesekkel. Nyugi. Ezekben a folyamatokban mindez szépen rendeződni fog. Az egész változás egyik alapvető feltétele, hogy mindenki a belső nyugalmát nemhogy tartja, hanem megerősíti. Mindenki elhiszi azt, hogy nem történhet másképpen. Ha most belegondolunk abba, amit én már többször szlogenként hangsúlyoztam, hogy aranykor még soha nem maradt el. Most se fog elmaradni. Minden milyen ellenerők próbálnak keresztbe tenni, nem tehetnek mást, ők is át fogják venni ezt a minőséget. Tehát az a fajta felfogás, hogy az elmúlt
több tízezer évben csak a világbirodalmak mentek tönkre. Azt mondja, mindenki belátja ma már, visszatekint az időben, hogy minden ilyen típusú világbirodalom fölbomlott és lemorzsolódott, mert ez a struktúra nem tartható fönt. Ugyanígy fog lemorzsolódni most a Földön ez a bizonyos komplett világbirodalom. De nem úgy, amit gondolunk, hogy ő a rossz, én meg a jó, vagy őt öljük meg, én pedig nem tudom én, kerüljek királyi székbe. Minden embernek azonos lehetősége, kompetenciája van a változásra. Mindenkinek meg kell adni ezt a szabadságot. Senkit sem szabad elvenni a jogot. Mindenkit engedni kell, hogy változzon. És mindenki úgy halad, ahogy maga változik. És most ebben a folyamatban mondtam én az elején azt, hogy mi a magyarság szerepe. Felmutatni az aranykori mintákat most kicsiben. Akár három ember mintájával, akár 30 emberrel, akár egy 3000 fős településsel. Az összes mintának a számtalan változatát, mert a minta az ugyanaz, de számtalan változata van. Tehát minél több mintát, minél több változatban felmutatni. És nyugi. Nyugi. Tehát mindazok, akik tagadják ezeket az elveket, és mindazok, akik feszültséget gerjesztenek, mindazok, akik hisztériát okoznak, ezt a folyamatot lassítják és akadályozzák. Tehát egyetlen eszközünk van, ahol a második szó majd idézőjelben lesz, a szeretet vagy a szerelem forradalma. Itt a legnagyobb problémát az én érzésem szerint az okozza, hogy a társadalomban vannak olyan rétegek, akik már annyira kiszolgáltatott helyzetben vannak, hogy talán nekik nehezebb erre az útra rálépniük, mert a napi problémák annyira lekötik őket, a napi megélhetés minőségének a drasztikus romlása, és most nem akarom azt mondani, hogy ez kinek a felelőssége, vagy a kinek a hibája, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez a jelenség van. Nagy csapda belemenni abba, hogy ez most ki okozza, mi okozza, hogy nekik milyen kapaszkodót, vagy milyen mencsvárat, vagy milyen szalmaszálat lehetne nyújtani, mert ugye mondod, hogy nyugi, közeleg, aranykor, és a többi, csak ők ezt valahogy lehet, hogy még jobban, homályosabban látják, mint ahogy mi látjuk. Tehát érted a kérdést, gondolom, tehát hogy nekik mit lehet mondani a napi valóságukban. Én ezt egy kicsit annyiban másképpen látom, hogy nem csak a társadalom egyharmada van ilyen súlyos bajban, hanem ugyanilyen bajban vannak az elit csoportok többségei is. Mert ugyanígy egyik sem látja. És mindkét csoportnak a nehézsége nem csak abban van, hogy milyen az objektív, úgynevezett objektív helyzete, hanem a probléma az, hogy nem tudja hol megtanulni azt, hogy mit kell csinálni ebben a helyzetben. Tehát ha most elmegyünk egy sokszorosan hátrányos település, és leülünk a családokkal beszélgetni, nem csak az fog kiderülni, hogy ők milyen nehezen viselik ezt a sokszoros kiszolgáltatottságot, hanem ennél nyomasztóbb lesz az a tapasztalat, hogy az a probléma, hogy nem tudják, hogy mit kell csinálni. És ezért van az, hogy tulajdonképpen az emberek fölrobbannak és feszültségekkel vannak teli, mert nem tudják, mi az ő lehetőségük. Most amikor én nyugit mondok, nem azt mondom, hogy ne csinálj semmit, de azt mondom, hogy egóból ne csinálj semmit, hanem azt mondom, hogy próbálj meg elindulni azon az úton, ami a valódi változást hozza. És erre nagyon érdekes mondatokat fogok most mondani, az emberek nem fognak neki örülni, mindezt illúziónak fogják gondolni, nem baj, én azért elmondom, hát ha majd kiterül 1-2-3-5 év múlva, hogy nem beszéltem fölöslegesen. Ha egy ilyen szegény helyzetű család egy szombati napon a saját 10 éves gyermekével egy nagyon mély lelki beszélgetést tart, vagy szerda este, amikor megjött a munka, mert neki még van munkája, és mondjuk letérdel a saját kertjébe a földre, és áldást kér a paradicsom palántájára,
vagy ha az internetet nem csak arra használja, hogy hogyan lehet blöd híreket és blöd sztorikat és blöd vicceket megnézni, hogy valahogy a maga fájdalmát enyhítse, hanem megpróbál tájékozódni. Ha ebben a változásban az összes változás segítő szereplő egymást nem ellenfélnek nézi, a katolikus plébánostól a KFT ügyvezetőjéig, a lókupec cigánytól a térségi hatalomban pozíciót betöltő vezetőig, mindenki egyaránt felfogja, hogy mindenki a másikra utalt, és a kérdés az, továbbra is, hogyan tudom én magam egyre inkább ebből az egósz önpusztító állapotból tovább vinni, kitől és hogyan kapok erre segítséget, hogyan fordulok természetgyógyászhoz, vagy nem tudom én egy evangélikus lelkészhez, és nem vitatkozom, hogy melyik jobb, rosszabb, ilyen vagy olyan, mindenki úgyis azt adja, amit adnia kell. Ha elhiszem, hogy a két kezem teremteni tud, és nem csak mondjuk azt, hogy egy pincét építek a térre elrakható grumplinak, hanem a kezemmel teremtem a saját világomat, és mindent megtesz, hogy az rám bízott embereknek minél több szeretet érkezzen, és ezt nagyon tudatosan tudom csinálni. Tehát, hogyha egy ilyen belső változásban figyelem az eseményeket, és ahol bármi kis mozgásteret látok, ott megpróbálok személyesen aktívan részt venni, akkor a folyamat rendkívül aktívan fog folyni. De azon fogok töprengeni, hogy nem tudom én X világvárosban milyen hatalmi körök mit eszeltek ki, vagy nem tudom én azon fogok töprengeni, hogy a sivatagosodás hogy fog végigmenni Közép-Európán, vagy arról fogok beszélni, hogy X kormány miért nem tudja elidézni a globális hatalommal szemben, hogy nem tudom én bizonyos pénzügyi feltételek változzanak, akkor ezek a kérdések, akár még ha meg is válaszolja őket, nem fogják előre vinni a dolgot. Akikre ez tartozik, persze oldják meg a kérdéseket, amennyiben csak lehet. De az egyes embernek nem ezeken kell a saját idegrendszerét kiborítani és fölhúzni, hanem engedni kell a nagyon egyszerű lépéseket, mondjuk minden nap egy fél órát csendben ül és ellazul. Hogy nyáron kiül a kertbe bambulni és nézni a naplementét. Hogy ha a gyerek el akar menni óvodába, akkor gyalog elmegy vele és kézen fogva sétálnak. Tehát megpróbálja az életet minél inkább emberibbé tenni. Ez hozza a változást. Én az előadásaimban két dolgot szoktam ezzel kapcsolatban mondani. Tehát egyrészt akármilyen rossz helyzetben vagyunk, mindig van valami jó is az életünkben. Tehát lehet, hogy szűkölködünk anyagi vagy bármilyen javakban, de mégiscsak körülvesznek bennünket a szeretteink, akkor ha semmi más nem teszünk, mint naponta egy vagy két alkalommal hálát adunk azért, amink van, akkor rögtön az egy más lelki állapotba és más szellemi állapotba helyez bennünket. Ha ezt tartósan csináljuk, akkor érezhető lesz a változás. Ez az egyik része, tehát hogy köszönjük meg azt, amink van. Bocsánat, a válaszom, teljes mértékben egyetértek. A másik, ugye Anasztáziával kapcsolatban én mindig elmondom, hogy Anasztázia legfontosabb tanítása az, hogy az emberi gondolat energiája a leghatalmasabb energia a világon, és az embernek semmi más feladata nincs a Földön, mint hogy teremtsen. És én is a könyvem cím mottójával azt választottam, hogy minden, amit el tudsz képzelni, az lehetséges, mert a gondolat teremt. Na most ebből kifolyólag, hogyha az emberek többsége folyamatosan arra koncentrál a képzeletével, amit nem akar, akkor gyakorlatilag majd, hogy nem azt a valóságot teremti meg, illetve nem, hogy majd, hogy nem, hanem ténylegesen is. És ha már itt arról ábrándozik valaki negatív értelemben, hogy elsivatagosodás, hogy ilyen meg olyan problémák, akkor inkább vegye a fáradtságot, és ne ezekre gondoljon a képzelő erejével, hanem pontosan a megoldásra, hogy nem elsivatagosodás lesz, hanem újra termővék lesznek a földek, hogy egy jobb jövőkép jön el. Tehát a saját gondolatiságunkat igenis meg kell regulázni, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy mire gondolunk, mert
mert ezzel fogunk teremteni, és ezáltal fogunk szintén ebből az ördögi körből kilépni. Bocsánat, hogy ilyen hosszabbra sikeredett ez a mondat, de én ezt fontosnak tartottam elmondani. Jó, megint köszönöm a kérdést, mert ennek kapcsán el tudom mondani, amit én erről hiszek és tapasztalok. Ugye azt mondod, hogy a gondolat a teremtő erő. Én ezt úgy mondanám, hogy akkor az elme teremtő erejéről beszélünk. Mi történik most? Minden ember olyan szinten él, olyan energiák, olyan lelkiségek, vagy olyan tudások közepette, ahol az elme csupa negatív dolgot teremt. Annyit, hogy észrevenni, mert negatív érzések, negatív gondolatok és negatív tettek következnek ebből. Ezt hívják vaskornak. Tehát amíg bennem vaskor van, vagy sötétség, vagy bárminek hívom, akkor én ugyanúgy teremtem ezt a negatív civilizációt, mint bármilyen globális gazdasági vagy politikai hatalom. És azért van ez atom fönt, mert én ezzel a magatartásommal ezt legalizálom. Tehát az elme bármennyire is pozitív teremtő erő, miután az ész hamis tudásokat, a tudatalban rengeteg sok sérelmet, és egyéb is a saját életben rengeteg sok kudarcot tapasztal, beleragad ebbe a negatív mintába. Ezt hívják a mai globális civilizációnak. Valóban igaz, amit mondasz, amit mondanak nagyon sokan ősi tanítóktól Anasztáziáig vagy bármeddig, hogy de az elme képes valódi teremtést létrehozni. Ez ugye azt jelenti, hogy a belső úton a külső emberségemből átmegyek a belső emberségbe, az elmét alá tudom rendelni az önvaló, a felsőbbrendűjé vagy a tudat terébe, amit én is szeretett terének hívok, hát a szeretet teréhez van hozzárendelve az elme, akkor az elme képzelni tud jó megoldásokat, amit te mondasz, meg tudja álmodni, mi lenne a megoldás, megvan benne az az energia, erő és töltés, hogy meg tudja csinálni, végig tudja az elme segítségével, hogy adott mozgástérben ezt hogyan lehet végigvinni, mint folyamatot, és gyakorlatilag az elme ezáltal az isteni teremtés képviselője. Ez az aranykor. De ez önfegyelem is kell, meg felismerések kell. Mind, ez, amit így van, minden. Így van. Picit visszatérve itt arra a 40 pontra, amiről beszéltünk, most így a beszélgetés során már érzem, hogy lehet, hogy ezekről annyira nem is fontos, tehát kiírtam magamnak... Elszakadhatunk nyugodtan. Kiírtam magamnak a galaxisbeli közösségeknek a gondolatiságát, tehát hogy azok hogyan segítik akár a Föld társadalmát, vagy akár szűkebb értelemben mondjuk a magyar társadalmat, illetve itt a nemzet karmájáról is gondolkodtam egy picit, hogy vajon az a nemzet történet, ami a magyarságot jellemzi az elmúlt 100 vagy akár 1000 évben, a jelenben, sőt a jövőben az mennyire köthető karmikus dolgokhoz, és hogy mennyire szorosak ennek a határai, tehát hogy ebből mennyire lehet kilépni. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valami gondolatiság, amit hozzátennél. Amiket kérdéseket felvetnél, ha végigbeszélnénk, több hétig itt beszélgetnénk. Így van, és már így is 3-4 órája beszélgetünk, úgyhogy... Na akkor próbálok csak néhány dolgot érintőlegesen megemlíteni. Tehát az ember, meg a Föld egy sokdimenziós, sokszereplős, felfoghatatlanul nagy és áttekinthetetlen nincs jó szó rá, de omnigalaktikus vagy omnivilágegyetem keretében létezik. Tehát nem, hogy a Földön vannak testvéreink, és nem, hogy a Földön testvéreink mondjuk a búzzaszál, vagy nem tudom én, az akácfa, még az akácfa is, még a sokan bántják is. Nem csak ez a kérdés, hanem mindenféle értelemben rengeteg testvérünk van.
Ehhez ugye azt kéne megértenünk, hogy nem csak háromdimenziós valóság van, amiben mi létezünk. Hogy van ötödik dimenzió, hogy hatodik dimenzió, hogy az összes galaxis minden dimenzióban egyszerre létezik, mi ebből most csak a háromdimenziós valóságát értjük ezeknek a galaxisoknak, és mindenhol számtalan szereplő van, ember és nem ember egyaránt, vagy ember jellegű és nem ember jellegű szereplő egyaránt, és most mindegy, hogy ezek háromdimenziós szereplők, vagy mondjuk fénytestű, ötödik dimenziós, mondjuk Siriuszi vagy Plejádokbeli hozzánk képest csodalények. Tehát, ha megértjük, hogy egy ilyen tág valóságban létezünk, akkor nagyon tisztán be lehet abba a gondolatkörbe látni, hogy nagyon sokan akarnak nekünk segíteni, és nyilván vannak, akik bizonyos szempontokban ezt a folyamatot gátolják. De nem tudunk más mondani, itt sem, mint a földi konfliktusokban, hogy a másikon a lévőket nem tekinthetjük ellenségnek, mindenkivel meg kell tanulni együttműködni, és rá kell tudni őket arra az útra segíteni, mert több feladatunk nincs, vagy inspirálni, hogy mindenki a pozitív oldalra kerülhet. Most ebben a nagy térben most az látszik, hogy a Föld körül, vagy a naprendszer körül számtalan támogató entitás van jelen és segít. Most az, hogy ez mikor kerül ki a legális nyilvánosságba, mikor fog erről beszélni X nagyhatalom, vagy eddig is már sokan megszólaltak és kimondták, mindenki el fogja mondani, ki fog derülni az összes ősi kultúrában, mik azok, amik a Földön kívüliektől kaptunk, most istenségektől kezdődően tudásokig vagy technológiákig, ki fog derülni ma is, hogy a brutálisan viselkedő nagyhatalmak milyen technológiákat kaptak mondjuk negatív civilizációktól, tehát az egész térkép föl fog rajzolódni. Na, hála Istennek, jobban fogunk tájékozódni. A második kérdésed az a nemzet karmája, ugye? Igen. Tehát hogy ez mennyire zárja be mondjuk magyar nemzet lehetőségeit? Tehát azt akartam fölvezetni, hogy ebben az erőtérben mindenkinek az a karmája, ami a viselkedése. Ugye ez világos. Ez a naprendszere ugyanúgy igaz, vagy nem tudom én, a Szaturnuszra, vagy a Marssal, ami történt, ugyanúgy igaz, vagy a Földre. És a karma odáig tart mindenhol, mindenkinél, amíg le nem győzi ezeket a negatív viselkedési formákat. Ha ezt az általános alapelvet elfogadjuk, akkor ugye az a kérdés, hogy a sok százer éves magyarság történetében mik voltak az eredeti genezis állapotok, ahol még nem voltak karmáink, vagy volt egyáltalán ilyen, az úton milyen karmákat gyűjtöttünk össze, és most egyébként a karmák letételével hol tartunk. Azt muszáj belátnunk, hogy a magyarság történelmében minden kudarc azt szolgálta, hogy a karmáinkat fölismerjük, és a változásokat megpróbáljuk végigvinni. Az elmúlt 500 évben, mondjuk Szent Imrétől II. Rákóczi Ferencig, vagy Attila Hun nagyfejedelemtől Kossuth Lajosig, vagy Eötvös Józsefig, vagy bármettől bármedig, az összes olyan, nem államférfi, nemzetférfit mondanák, nemzetférfi, vagy nemzetnő, aki megpróbált a karmák törvényeiből úgy kiszabadulni, hogy egy más típusú teremtést szorgalmazzon és tudjon végigvinni, azok rengeteget oldottak a karmáinkon. Nagyon sokan beszélnek ma arról, hogy milyen átkokat tudtunk levenni, és mik vannak esetleg még rajta a magyarság kollektív tudatán, és így tovább. Tehát most az, hogy a kollektív karma tudatosult, és egy csomó dolog, gyűjtöttünk újabb karmákat, de mondjuk 1956-tól, a sokat bírált 1989-ig, mindegyikben, mindegy mi volt a konkrét tartalma, nagyon sok karmát is oldottunk.
és nagyon jól csináltuk bizonyos szempontokból. És mindegy, hogy mondjuk 56 után a következő diktatórikus rendszerelem éppen hogyan próbálta ezt, hogy mondjam, tönkre vágni, vagy akár megölni. Semmit nem jelent a karma szempontjából, az még a karma oldását tovább segítette. Tehát ebben az értelemben egy tisztuló helyzetbe jutunk, egy tisztuló, egy csökkenő, egy puhuló karma rendszerben vagyunk, és ezért, amit az elején mondtam, hogy a magyarság feladata az aranykor előkészítése és bevezetése, ha ezt tudjuk csinálni, minden karma leolvad rólunk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a karmáinkat tovább növeljük. Azt mindig el szoktam mondani kommentekbe, beszélgetések során, hogy olyan értelemben a magyarság és magyar nemzet persze létezik, mint kollektív tudat, de gyakorlatilag mégiscsak, ha visszavezetjük, akkor az egyénekből áll össze. Tehát a kollektivitása a magyar nemzetnek, meg a magyarságnak olyan lesz, amilyen az egyének sokasága. Gondolom ebben azért nagyjából egyetértünk. Nem. Nem? Arra akartam kitérni, hogy akkor tudjuk a magyar nemzet, a saját sorsunkat, a magyar nemzet sorsát megváltoztatni, hogyha elsősorban önmagunkon kezdünk dolgozni, mert minél többen válunk alkalmasságra. Ezzel nagyon egyetértek, amit most mondasz, csak hogy értsük. Tehát a személyes tudatállapota és a kollektív tudatállapota egyformán fontos. Ugye a kollektív tudaton keresztül jön az isteni tudat, szivárog le és próbál segíteni, de valóban igazad van, minden változás az emberen belül, nem az egyéni életében, az emberen belül indul el. Minden attól függ, hogy belül hogyan tudunk változni. Akkor le lehet vonni ezt a végső következtetést, hogy itt mindenkinek elsősorban az a feladata, hogy önmagán dolgozzon, mert ugye a nemzeten másképpen nem tud, vagy a nemzet kollektív tudatán dolgozni. De nem így van. Ha elfogadjuk, hogy ezek mind létező egyenrangú dolgok, azt mondtam bevezetésképpen, mint keretet, hogy a feladat, hogy a minden egyes ember belül szeretett emberré váljon. Most te ezt igazoltad vissza. És azt mondtam, minden egyes ember teremtse meg a szeretet közösségeit, amivel a kollektív, a magyarság tudatot hozza rendbe. És mindkettőnek egyébként akkor van teljes mértékű kibontakozása, vagy újrateremtődése, ha mindkettő az isteni minőség, az isteni szinttel teljesen párbeszédben van. Tehát ebben a háromszögben, ha a valódi változások vannak, akkor megy a történet végbe. Tehát az önmagában nem segít, ha valaki csak belül változik, mert neki ezt kívül is folytatni kell, és ha csak a nemzeti tudatot próbálnánk meg mondjuk 10 000 fős nagy kollektív imákkal vagy meditációkkal változtatni, az is önmagában nem változtatna meg, bár ugye ott az történne viszont, hogy a kollektív tudat tisztítása visszaadna minden egyes személyes tudatra. Tehát ez egy egysége, ez maga az egy, ez az egység. Mindhárom komponensének megfelelő helyre kell kerülni. Én azt gondolom, hogy így közel egy óra után, ezt most nem azt mondom, hogy zárjuk le, hanem hagyjuk félbe, és majd úgy is fogjuk ezt folytatni, ezt a beszélgetést. Egyelőre ennyi. Bízom benne, hogy a nézők kiérzik belőle azt, amit kell. Hogyha marad benned valami záró gondolat, vagy szeretnél valamit hozzátenni, akkor azt mondd még el, de szerintem akkor mostanra ennyi. Bennem egy érzés jelent most meg, amikor mondtad az összefoglalót, és most kimondom. Ugye azt tanácsoljuk mindig mindenkinek, hogy a belső munkát úgy kezdje el, és úgy is folytassa, hogy befelé fordul és csendben van. És engedi akkor, hogy tisztuljon meg, változzon meg, az önvalójával kezdjen el beszélgetni. Ha a magyarság szempontjából nézzük ezt a kérdést, akkor azt szeretném mindenkinek ajánlani, hogy időnként, amikor elengedi magát a csendben, továbbra is sugározza maga felé, az önvalója felé a szeretetet, de ugyanúgy sugározza
a saját közösségei felé, családja, baráti köre, stb. És ugyanígy kezdje el belül a csendben tapasztalni egy kettősséget. Ha nem csak azt ismeri fel, hogy Isten szereti őt, hanem azt is elkezdi tapasztalni, hogy ez a bizonyos kollektív nemzet tudat ugyanúgy szereti őt, és pátyolgatja, ápolja őt, és ha ugyanúgy, ahogy mondod, ezért hálát ad, és maga is sugározza vissza a szeretetet, akkor az egész folyamat sokkal intenzívebben haladhat előre. Köszönöm szépen! Én is.